Elindultam, messze jártam, messzi táján átvigyáztam. Belőttem hold utánam, de megcsináltam. Keresném, de nem találom, hosszú utat kell bejárnom, holnap majd jön egy másik álom. Jónak láttam, mikor kellett, félreálltam. Hogyha elhibáztam, volt, mikor nem vigyáztam, de mindig erre vágytam. Mindig erre vágytam. Keresni, de nem találom, hosszú utat kell bejárnom, holnap majd jön egy másik álom. Amikor Pannonhalmán, az úgynevezett pápai keresztnél a zarándokok valamennyi tagja letett, lehelyezett egy követ, követ a vágyairól, a jövőben, a múltban megtörtént dolgokért köszönetet, vagy egy elképzeléseért, egy jövőbeli képért, egy fohászt, akkor én is letettem egyet. És én ebbe a kőbe két dolgot rejtettem el, vagy két dolgot gondoltam mögé. Az egyik, amiről nem fogok beszélni, mert magánügy, de a másik gondolatot én lébényért tettem le. Az én kövemben egy kicsit lébény jövőjét próbáltam belegondolni, és azért kértem segítséget. Úgy gondolom, hogy most már nálunk is van egy ilyen csodálatos kő, amin az szerepel, hogy lébény Santiago de Compostela 2910 km. Ez nem reklám. Én azt gondolom, hogy ehhez a kőhöz hamarosan nagyon sok zarándok fog követ lehelyezni. És hogyha ez működik, akkor ez az egész zarándoklat elérte célját. Legalábbis ezt most mondom úgy, mint lébény polgármestere. Aztán, hogy az egyének magukban mit gondolnak erről, vagy miért jönnek, az persze mindenkinek a saját ügye. De ha ez megtörténik, akkor lévén egy csodálatos úton maga is elindul. Hiszen lélekben már most is megvan, de lassan már tájszerűen is megvan a kapcsolat a Nagy Camino út között.